és biztosítják az üzlet biztos menetét. Egy ilyen kidobó ember voltam egyik peremkerületben. Tele voltam szteroiddal, úgy néztem ki, mint egy romlott párizsi. És ott álltam az egyik ajtóban, és azért kaptam a pénzt, hogy oda cigányok nem essenek be. Az üzlet vezetője egy nagyon jó üzleti érzékkel megáldott izraelita ember volt. Tudta, hogy hogy kell pénzt keresni. Nagyon sok jó dolgot tanultam tőle, és nagyon sok rosszat. Úgyhogy erőszakkal kerestem a kenyeremet 34 éves koromtól 40 éves koromig. És elmondom nektek, barátaim, drága testvéreim, embertársaim, hogy a bűn elég búsásan megjutalmazza az embert. Aki az erőszakból él, annak nem kell megnézni a CBA-ba, hogy mi van a termék hátuljára nyomtatva, nyugodtan bevághatja a kosárba. Barátaim, eljutott az életem egy olyan pontra, amikor elhagytam a családomat, a kislányomat, elhagytam a feleségemet egy fiatal lányért, mert közben annyi pénzem volt, hogy a Warburgomat le tudtam cserélni egy gyönyörű Hondára. Akasztottam a nyakamba egy gyönyörű nagy vastag aranynyálcot, jó kopasz lett a fejem, tele lettem fülbevalóval, ütöttem magamra egy-két jelet, amitől azt hittem, hogy más leszek, mint a többiek. És képzeljétek el, amikor úgy éreztem, hogy a csúcson vagyok, egyszer csak 6 darab daganat jelentkezett az ágyékomra. Egyszer csak behívtak a rendőrségre. Gyere be, ekkor mit csináltál? Megyek haza, sárga, köppenyes emberek turkálnak a házamban. Valamit keresnem. Többet jártam a rendőrségre és kihallgatásokra, mint ti az STK-ba tüdőszűrésre. Közben a daganatok nőtek az ágyékomon, és úgy volt, hogy a családi ékszerek fognak először leszáradni. És igen erőteljesen megijedtem. Tönkrement, darabokra hullott az életem, és egyszer, amikor egy albérleti szobában üldögéltem, és végig gondoltam, hogy hova jutottam. Jött egy gondolat, amit nem bírtam elhesegetni. Azt mondta ez a gondolat. Búcsúzz el a lányodtól. Fölhívtam a kislányomat, úgy döntöttem, hogy ezt az életet nem fogom tovább élni. Nem megyek be Rákosan a börtönbe, mert nem voltam hajlandó nagy darab kopasz ember létemre egy cigány embernek a zokniát kimosni. Nem akartam egy szaros gatyát kimosni. Nem akartam csicska lenni. Tudtam, hogy 40 kilós leszek, és le fognak zárni sok-sok hosszú évre. És elkezdtem búcsúzkodni, mert az egészségügyben dolgoztam, hazavittem egy infúziót. És bekötöttem volna az infúziót a karomba, beletettem volna 3 darab morfiumot. Mindenféle nyugtatót, hogy mire megtalálnak az emberek, szilvakék legyek és szagom legyen. És jött egy gondolat, azt mondta ez a gondolat, búcsúzz el a lányodtól, mert a kislányod nem tett róla, hogy ilyen elmebeteg apja van. Akinek csak a pénz számít, csak a hatalom számít, és csak a csajok számítanak. Csak az alkohol és a drog számít. És fölhívtam a kislányomat, akit akkor 5 éve nem láttam. 5 éve nem láttam ezt a gyereket. És amikor felvette a telefont, be kellett neki mutatkoznom, mert a nagy kidobó ember nem volt hajlandó elmenni a családjához. És azt mondtam, Dórikám, apa vagyok. Azt mondta, mi van, apa? Mondom, el szeretnék tőled búcsúzni, mert hosszú útra megyek. Találkozzunk, apa, jó, találkozzunk. Gyere el az iskolához. Oké, rendben van, de hova jársz iskolába? Elmondta, hogy hova jár iskolába, és oda mentem a nagy kocsimmal, aminek lejár a teteje. Akkor a fejem volt, mint egy hombár. 60-as karom volt. És tele voltam félelemmel. Mikor becsukodott egy ajtó a házam előtt, kiugrottam a fürdőkádból, azt hittem értem jönnek. Vagy a gengszterek, vagy a rendőrök. És elmentem a kislányhoz az iskolába. És ez a kislány, a én lányom, akit 5 éve, 6 éve nem láttam már, beült az autóba, elmentünk egy első osztályú étterembe. És ahány születésnap, ahány névnap és ahány karácsony kimaradt az életünkből, hozták a barátaim, a csicskások hozták az ajándékot. Aranyat, virágot. És azt mondja ez a kislány, apa, nem vagy boldog? Nem vagyok boldog, kislányom. Pusztulatban vagyok. Azt mondja, menjünk innen. Mondom, nem mondd azt, hogy menjünk innen.
Az első osztályú étteremből nők nem szoktak elmenni, ide csak bejönni szeretnének. Azt mondja, menjünk innen, apa. De hova menjünk? Menjünk föl hozzánk, sütök neked egy tortát, mondom, én nem kerülök anyád szem elé, mert fölraktam a fogasra, amikor éppen olyan kedvem volt. Ha azt mondta nekem, hogy bableves lesz, és túró csúszát rakott ki az asztalra, félig lebontottam a házat. Mert nem Jézus lakott bennem, hanem az ördög. Értitek? És fölmentem, sütött nekem egy tortát a lányom. És egy furcsa vigyor volt az arcán. Mondtam neki, miért nevetsz rajtam? Azt mondja, nem rajtam neve. Hát akkor mi van? Boldog vagyok, apa. Mondom, aztán mitől vagy ilyen boldog? Amikor elhagytál, és kikapcsolták nálunk a gázt, és kikapcsolták az elektromosságot, jöttek ilyen vigyorgos emberek, mint én vagyok. Jézus nevében befizették a villanyszámlát. Jézus nevében hoztak nekünk ételt. És azért vagyok boldog, mert amikor te elhagytál engem, jöttek Jézus nevében emberek és szerettek. Mondom, de jó csávó ez a Jézus, csak úgy jön és rendezkedik a családomba. Jön, megy és befizeti a villanyszámlát. Enni ad a gyerekemnek. Megettem a tortát és nagyon megsértődtem Jézusra. És mindenkire, én azt hittem nélkülözhetetlen vagyok. Jézus bebizonyította, hogy nem. Már szedelőzkedtem, amikor azt mondja a kislányom, meg se nézed, apa, az ajándékot. Egy dobozt találtam az asztalnak a szélén, kibontottam, és egy biblia volt benne. Sikoltoztam, mondom, mi ez? Mi ez? Hagyjatok ebben a hülyeséggel engem békén. Soha nem olvastam el ilyen vastag könyvet, és nem is fogok, és a zongorám nem billeg. Mit csináljak vele? Azt mondja, apa, 40 éves vagy. Olvasd vele a 40. Zsoltár. Mondom, kislányom, keresd ki, mert a személyigazolványom lejár, mire megtalálom. És kikereste a 40. Zsoltárt, és elém tolta. És olvasom a Zsoltárt. Várva vártad az Urat, és ő meghallotta kiáltásodat. Kihúzott a pusztulás verbéből, a sárból és a bocsokból. De ne igazodj a kevélyekhez és a hazugokhoz. Új éneket adok a szádba, Istenünknek dicséretét. És sokan hallják ezt, és félik az Urat. De mondd el nekik, mennyire szeretem őket. Összetört a szívem, elmentem haza a szivacsra. Ott zokogtam és elolvastam a Zsoltárt. Mondom, ki ez? Ki ez, aki így látja az életemet? Amikor én mindent sötétbe csináltam, amikor az embereknek a fejét szétvertem baseball ütővel, amikor beleállítottam a csákát valakibe, azt én éjszaka csináltam, és van egy hatalmas nagy személy, aki látja, hogy mit csinálom. Visszamentem, mondom, ki ez? Mert mielőtt kicsinálom magam, találkozni akarok vele. Azt mondták, ő az élő Jézus, aki az ilyen nyomorultakért meghalt, mint te. Mondom, tényleg? És hol van ő? Találkozni akarok vele. Azt mondta a kislányom, olyan közel van, apa, hozzád, azért nem látod. Egy őszinte imányira van. Mondom, hogy szól ez az ima? Úr Jézus, kérlek, jöjj be az én szívembe! Bocsáss meg az én szívemben elkövetett bűnöket! Szükségem van rád, Uram! Egy nyomorult féreg vagyok. Kinyúlok, Uram, beléd kapaszkodom. Félek, Uram, erősnek mutatom magam, de félek, Uram. Azt mondja, ne félj, ma nemzettelek téged. A fiam vagy, a pöcegödör aljáról húzlak ki téged. 11. éve volt. 11. éve bárhova megyek. Ha leköpnek, agyonütnek, Ukrajnától kezdve, Szerbiáig, mindenhol azt mondom, a felfúvalkodott, kemény, öklű gyerekeknek, tudtok, tudja az Úr, belül lát gyerek vagy, az apád akar lenni, értsétek meg, egyszer hallottam egy történetet, az életemet megváltoztatta, az egyik testvéremet Isten elküldte Koreába, a feleségével, mikor a Koreában ketté vált az egész Korea. És ott az emberek nem tudni miért, de elkezdték egymást ölni. Szerbiában is tele vannak a tömegsírok. Tudjátok, hogy miért? Mert nem hallották meg azt az igét. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ha két kabátodat, adod az egyiket annak, akinek nincs. És szeresd ellenségeidet. Ezt nem halljátok meg, ugye? Ezért vannak tele a tömegsírok, barátaim. Koreába elment a testvérem.
és az emberek gyilkolták egymást. Észak-korádi délkora ketté vált, és a misszionárius testvéremnek a felesége megszólal. Állj meg, apa! Gyerek sírást hallok! Azt mondja, ebbe a tülekedésbe, a hóesésbe gyerek sírást hallasz. Azt mondja, apa, állj meg, hallom. Kiszállnak a zsibből, bemennek egy híd alá. Ott találnak egy nőt, 23 éves, anya szült mesztelen. A ruhájába csomagolta be a saját csecsemőjét. Ott szülte meg a gyereket a híd alatt, mínusz 20 fokban, a hóesésben. És mire rátalált a testvérem, aki hallja Istennek a hangját. Lement a híd alá, megtalálták a gyereket, magához vette, az asszonyt elásták. 16 év múlva ez a gyerek odaállt az apja elé, apa, hogy én ázsiai vagyok, te meg európai, hogy kerültem hozzád? Isten azt mondta nekem, menjek el Koreába, mert ott az emberek ölik egymást, és mondjam el nekik, mennyire szereti őket. És mikor elmentünk, megtaláltunk téged a híd alatt, anyád a testével védelmezett téged, de közben meghalt. Megfagyott, azért halt meg, hogy te éles. Apám, el akarok menni oda. Látni akarom azt a helyet, ahol az édesanyám meghalt. Elvitte az édesapja arra a helyre. Mínusz 20 fok volt, és esett a hó. És oda ment ez a fiú, és azt mondta, itt születtél meg. Itt születtél meg, itt halt meg az anyád. Hol van az édesanyád? Itt. Mínusz 20 fokban ez a fiú levette a ruháját, és betakarta az anyjának a sírját. Édesanyád, mikor fáztál, meghaltál azért, hogy én élhessek. Köszönöm neked, hogy ilyen szeretet van a szívedben. Szerinteted, mi késztette ezt az embert, hogy odaadja az életét a fiáért? Mi késztette ezt az embert? A hatalom beszart azért, mert katonák jártak ide. Megijed, nem! Jézus volt a szívében, itt van a szeretet. Nézd fel a keresztre, ott téged szerettek, értitek? Ugyanígy szerettetek a keresztet titeket. Jézus meghalt, értetek? Ez a szeretet rátok hajolt, belehalt, úgy szeretett titeket. És ti fogalmatok is nem vesztek tudomást erről a szeretetről. Isten vére kijömött a világba. Sokkal nagyobb erő a szeretet, mint a gyűlölet. Ezt Jézus nevében vallom meg nektek. Aki ezzel a szeretettel akar találkozni, jöjjön ide előre! Gyertek ide előre, aki ezzel a szeretettel akar találkozni. Jézus nevében kérlek titeket! Gyertek bátran ide! Nincs senki, aki a szeretettel akar találkozni. Nem baj! Imádkozok értetek! Atyám, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a kezemben tarthatom azokat a királyi ékszereket, amiket te ízületben hordtál. Köszönöm neked, hogy belekapaszkodhatok, Uram. Nagyon hálás vagyok, Uram. Isten, én vagyok.